A sorozatfüggőség valós jelenség, mégpedig azért, mert a reklámok nagyon zavarják az embereket. Tehát a streaming azért is tud nagyon-nagyon hatni, mert egyrészt dramaturgia tudja úgy szerkeszteni, hogy olyan ponton vágja el, amikor várod a következőt, és lehetőséged van rögtön a folytatásra, és miért van igényed rá? Azért, mert nem akarsz várni, nincs időd semmire. Balatoni Mónika vagyok, és azért jöttem ma, hogy ezt a látszólag titkos címet, mint aranyketrec megnyissam, és a média különböző hatásairól beszéljek. Valójában a különböző manipulációs technikáknak az emberek folyamatosan ki vannak téve. Itt ez a kérdés, hogy a tömegkommunikációban gondolunk reklámokra például, vagy a filmekre, mi miképpen érezzük befolyásolva magunkat, és ez hol letesz az életünkhöz, vagy sem. Itt akkor van nagy probléma, amikor mi ebbe a világba, akár aranyketrecként belehelyezkedünk, és nagyon komfortosan, nagyon jól érezzük magunkat, és ehhez mérjük a valóságot. Tehát egy filmvilágát szeretnénk magunk körül látni. Az alapvető valóságérzetünkbe és valóság észlelésünkbe avatkozik be a média. Megmondja, hogy mit, hogyan értelmezzünk, mit gondoljunk róla. Aranyketrec, mert a digitális világ az egy csodálatos és nagyon fényes és minden opciót kiszolgáló világ, amiben nagyon jól el lehet élni, nagyon komfortosan ki lehet alakítani a saját életünket. Itt az a kérdés, hogy ebből a ketrecből az ajtó csukott vagy nyitott. Én szerintem ez egy nagy ketrec, egy végtelen mélységgel, és néha mi magunk zárjuk saját magunkra a ketrec ajtót. A tudatosítás az nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi történik körülöttünk. Nem tudjuk, hogy mi volt a valóság, de mindenkinek volt egy feltételezése, hogy mi történhetett, és az alapérzelmi feszültsége, ha valakinek fontos volt, akkor biztos, hogy megjelent. Ha megmutatom az ember arcomat, hogy én is esendő vagyok, és meg annyi ilyen nagyon cukros dolgot tudnék ezzel kapcsolatban mondani, az pont nem a tudatosítás felé viszi a fogyasztót, hanem inkább magához láncolja, és kialakítja azt az illúziót, hogy hát ő is csúnya smink nélkül, akkor ha én esetleg csúnyácskább vagyok, akkor majd én is lehetek ilyen szupersztár, csak azokat a termékeket, azokat a programokat, azt az életmódot kell folytatnom. A kérdés, hogy mit keresünk ezeken az oldalakon? Boldogságot? Szépséget, időtöltést, unalom helyett görgetjük, vagy egészen egyszerűen szokásrendszerünké vált? Ha igen, akkor mi az, amit pótolni szeretnénk? Tehát, ha ezekre a kérdésekre például elkezdünk válaszokat keresni, akkor lehet, hogy egy kicsit céltudatosabban használjuk akár a digitális platformokat is. Minden eredményhez szerintem energiabefektetésre van szükség, a többi az pedig illúzió, és ebben nagyon erős a digitális világ, hogy az illúziót az saját gondolatként adja el. A fiatalok nézik a televíziót, nem feltétlenül a televíziós műsorokat, de azon lévő streaming szolgáltatók tartalmát, mellette csetel a barátaival, és még lehet, hogy egy játékot is játszik valakivel. Tehát egyszerre legalább 3-4 platformon van jelen, mert hogy egyikben sem tud elmélyülni, mert az már túl inger szegény. Próbálunk alkalmazkodni a környezethez, mert egyre gyorsabb, és úgy érezzük, és ez egy nagyon fontos, ez a FOMO jelenség, hogyha nem vagyunk jelen, ha nem vagyunk ott, ha nem figyelünk arra is, akkor kimaradunk és lemaradunk valamiből. De ez nincs így, tehát senki nem marad le semmiről, ha nincs egyszerre 6 platformon. Ugye napjainkra nagyon jellemző a figyelemért való küzdelem. Tehát ez szinte egy piaci küzdelem, mert akkora információs zaj van körülöttünk, hogy egészen egyszerűen nagyon nehéz belőle kitűnni az üzeneteinkkel, legyen ez termék vagy szolgáltatás, vagy éppen csak magamról valamilyen fajta információ. Nagyon felgyorsult az életünk, tehát gyors, rövid, frappáns rendszereket kell létrehoznunk,
hogy egyáltalán piacképesek legyünk ebben a digitális térben, de még ez is kevés. Azért valljuk be őszintén, egy elég beteg média környezethez próbálunk folyamatosan alkalmazkodni. És ez nagyon sok energia, és ezért képesek vagyunk alkalomra alkalomra azért picit elengedni, hogy levegőt tudjunk venni. Mert hogy nem erre vagyunk összerakva emberként. Először is legyünk egészségesen jelen a saját életünkbe. Tehát legyen egy jó időbeosztásunk, legyenek bizonyos érzéseink, valós környezetünk, és talán úgy tudunk a leginkább a digitális térben otthonosan mozogni, hogyha van saját életünk az offline térben, és annak érezzük a szépségét, érezzük a tetteink következményét, és egyáltalán maguk az érzések nem tűnnek el az emberiség köréből.